A nyári felügyelet megoldásában segítséget nyújtanak a táborok a szülőknek, és még a kicsik is jól szórakoznak. A Tamásiban megtartott robotika tábor esetében viszont az sem utolsó szempont, hogy hasznosan töltik az idejüket a fiatalok, és számtalan érdekességgel ismerkedhetnek meg. 3D modellben megcsináltam a házunkat, meg így robotból a Lego robotot csináltunk. Így játékos formában rengeteg ismeretet szerezhettek. Nagyon tetszik, főleg a VR szemüveg, a 3D nyomtatás, meg ez a programozás. És mit csináltatok idáig? Hát eddig kinyomtattunk egy 3D rajzot, és most programozzuk a robotot. Az idei évben ugye 3 kurzusunk indul. A tematika mind a 3 esetében ugyanaz, hogy Lego robot programozás, Lego robot építés, valamint 3D tervezés, 3D nyomtatás, és ezeket egészítjük ki különböző más 3D technológiákkal, mint például a VR szemüveg használat, a lézervágás, lézergravírozás, a 3D szkennerésnek a bemutatása, akár a drónokkal való foglalkozás, tehát minden olyan érdekes technológiát próbálunk bemutatni, amellyel itt a laborban rendelkezünk. A 3D nyomtatással is részletesen megismertették a tanulókat, akik aztán saját maguk is el tudták készíteni, amit terveztek. Akkor először megnéztük azt, hogy maga a 3D nyomtatás miről szólt, tehát volt egy elméleti része, egy elméleti felkészítés, ahol olyan fontos ismeretekkel gyarapodhattak a tanulók, amelyek hasznosak voltak akkor, amikor a saját 3D modelljüket rakták össze, megtanulták alkalmazni a 3D technológiás tervezőszoftvert, ez egy online felületű, internet alapú tervezőszoftver volt, teljesen egyszerű, tehát akár már általános iskola 3.-4. osztálytól lesz már használható. Nagyon szép munkák születtek, a gyerekek pár nap alatt megtanulták, hogyan kell ezeket a bonyolult szerkezeteket használni. De a programozás alapjait is megismerhették. Különböző feladatokat kaptak, ami alapján meg kellett építeni a robotot, amivel aztán még versenyeztek is. A szervezők azt tervezik, jövőre is megtartják a nagy sikerű programsorozatot. Viszont mivel korlátozott számban tudják foglalkoztatni a diákokat, ezért aki érdeklődik ez iránt, minél előbb jelentkezzen, hogy ne maradjon le a lehetőségről.